Vasárnapi Kórus Muzsika című sorozatunkban önök egészen június végéig a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége a KÓTA, valamint a Magyar Nemzeti Galéria közös szervezésében kórusok, zenei együttesek műsorát hallgathatják meg. Az Élió Szabina vonós zenekar játszik a mai hangversenyünkön Héja Benedek vezetésével. Ők 2006 óta visszatérő vendégei a Nemzeti Galériának. Mai hangversenyünk alcíme Koncert G-ben. Kettős értelmet hordoz. Egyfelől tiszteletteljes utalás a zenekart vendégül látó csodálatos helyszínre, másfelől olyan zeneművekből összeállított válogatás, melyek egytől egyig G-tonalitásból. Elsőként csendüljön fel előadásukban a Németországban élő portás magyar zeneszerző Papp Lajos Arco Pizzicato címet viselő vonós zenekarra írt kis szintjének első tétele. Vezényel Héja Benedek.
Életműve a barokk zene minden vívmányát magába foglalja. Az opera kivételével minden műfajban jelentős tanító. Az egyházi és világi kantáta legnagyobb mester. Vozol így fléjegyé. A BV Faulé 5-ös jegyzésszámú kantáta nyitó tételét adja. Közreműködnek a magánének tanszak növendékei. Valamint közreműködik Altfúrján, Rátkin utca és Réba Enikő, Kontinumon Centnár Judit zongoraművész játszik.
Antonio Vivaldi, a későbbiak legkiválóbb itáliai mestere, kiemelkedő zeneszerző és hegedülő rész is volt. Kora szinte valamennyi hangszerére csak nem fél ezer versenyhíret hangon állt. G-dur hegedű versenye szólal meg. A versenyű szólistája Pál Szilveszter. Közreműködik cselló Tóth Mária, csembaló Centnár Judit Zmodemides játszik. Thank you.
Stabat Mater elmélkedés Krisztus keresztje mellett. Szövegét a 13. századi költemény Giacomo Natoli-nak tulajdonítják. Giovanni Battista Pergolesi, a rendkívül fiatalon elmúlt itáliai zeneszerző, jelentős alkotása a halála évében 1736-ban íródott megindító hangú Stabat Mater, melynek részletét hallják most. Fák ut ardeat cormeo. Közreműködnek a magányének tanszakörnek. És úgy gondolom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom.
csodálatos felemelő pillanatokat szereztek nekünk ezen a mai vasárnap délelőtt. További szép sikereket kívánunk, gratulálunk! Thank you.
kedves vendégek, nagyon köszönjük, hogy eljöttek. További szép vasárnapot kívánok mindenkinek, viszontlátásra.